Charlie, amikor hozzánk került, a legnagyobb problémája az az volt, hogy a kutyák közelébe irányíthatatlan volt. Sok esetben még agresszívan is viselkedett a kutyákkal, ez mostanra már megszűnt, a kutyák közelébe is lehet vele dolgozni. Fölvett a csapatnak a ritmusát, ugye az alapengedelmességet is elsajátította. Hát lehet, hogy nem lesz belőle egy munkavizsgás kutya, de véleményem szerint a napi életben meg fogja állni a helyét, és jól lehet majd őt irányítani. Naphoz! Naphoz, Charlie! Naphoz! Naphoz! Ül! Ott ül! De nem fekszik, ül! Ott ül! Bravo, szuper! Naphoz! Lábhoz! Ülj le! Ül! Fekszik! 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 Ül! Nagyon ügyes vagy, szuper! Lábhoz! Lábhoz, Charlie! Okos vagy, szuper vagy! Ül! Fekszik, fekszik. Ül. Nagyon okos vagy. Lábhoz. Lábhoz, Charlie-ken? Lábhoz. Ül. Fekszik. Fekszik. Hozzám, Charlie. Hozzám, gyere, gyere, gyere. Ül. Ez a szuper. Hát hagyjátok már élni egy kicsit. Ül. Lábhoz. Ül. Lábhoz. Lábhoz, Charlie-ka. Ül. Ott ül. Ott ül. Nagyon ügyes. Nagyon ügyes. Okos. Na mehetsz. Mehetsz, majom. Mehetsz. Gyertek ide. Mali bátor.